Erdély miniszterelnöke szeretnék lenni, nagyon vagy Székelyföld jó. miniszterelnöke. Tehát ez egy olyan valami, amiért akár dolgoznék is, vagy dolgozok is. Hogyha az ember kritikus saját maga, ha magasak az elvárásai, akkor az mindig előre viszi a társadalom. Olyan világban élünk, amikor mindenki rohan. Csak nem mindegy, hogy nyugodtan rohanunk, vagy idegesen rohan. Én egy nagyon erős hitű ember vagyok, és tényleg nagyon fontosnak tartom azt, hogy Istennek tetsző életet éljek. Ezt nagymamámnak köszönhetem. Anyagilag én 29 éves koromig megalapoztam a jövőmet, ha lehet ilyet mondani, és akkor jött az a fordulat, hogy ahelyett, hogy ne csináljak semmit, elkezdtem a közélettel foglalkozni. Mindig úgy éreztem, hogy itt a helyem, és itt tudok beteljesedni. Én abban a periódusban szocializálódtam a közéletben, amikor hát elég sokat fenyegették az embert. Ha úgy döntöttél, hogy egy közösséget képviselsz, akkor ki kell állni a csattogó szélbe. És végül szerintem így érdemes élni. Külön választom a munkát, és a családi életemet, a magánéletemet, sokkal kevesebb időt töltöttem a gyerekeimmel, mint amit szerettem volna. Én nagyon-nagyon szerencsés ember vagyok, mert olyan szakmát választottam, amit nagyon szeretek, és olyan társat választottam, aki segít a mindennapjaimban. Ez itt a Pertú, Háromszék legközvetlenebb portai podcastje. Egyrészt ez ma már egy szakma. Másrészt szerintem nagyon fontos a víziód, mert ez nem egy egyszemélyes történet.